Ez itt a polgármesteri fogadóra, a Pécs TV interaktív fórum műsora. Köszöntöm nézőinket. Mindannyian emlékszünk, május 10-én az időközi választáson a város polgárai nagy többséggel dr. Páva Zsoltot választották Pécs polgármesterévé. Közvetlenül hivatalos eskütétele után itt a Pécs TV-ben terveiről, elképzeléseiről, az első intézkedésekről faggattuk. Aztán eltelt a nyár, de úgy, hogy Pécset elmaradt az uborka szezon, legalábbis politikai értelemben. A városvezetés gyakorlatilag nem is pihent, sok minden történt, egy sor döntés született, ezért aztán bőven volt miről beszélnünk a következő szeptemberi polgármesteri fogadórában is. Akkor úgy búcsúztunk el, hogy idén még mindenképpen szerét ejtjük egy egyórás interaktív műsornak, és úgy tűnik most jött fel az ideje, hogy ezt az ígéretet valóra váltsuk. Köszöntöm a stúdióban dr. Páva Zsoltot, Pécs polgármesterét. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a műsor ezúttal is interaktív, tehát hívjanak bennünket, esetleg küldjenek SMS-t a szokásos címünkre. Telefonszámunk 72-es körzet 510-008, SMS-t pedig a 30-os körzet 3030-140-es alapdíjas számra küldhetnek. Várjuk tehát kérdéseiket, észrevételeiket, szerkesszük ezúttal is közösen ezt a műsort. Polgármester úr, amíg a nézők aktivizálják magukat, bár ez egy költői kifejezés volt, hiszen érkeztek már nézői kérdések, itt a promóciós időszak alatt is, de hát amíg összeszaporodnak, ahogy szoktak a kérdések, egy kis áttekintésre hadd kérjem. Ugye roppant érdekesen alakultak az erőviszonyok a közgyűlésben, az MSZP elveszítette a többségét, de ugyanakkor a jobb oldalon sem lehet egy egyértelmű elsőprő többségről, vagy minden alkalomra vonatkozó többségről beszélni, mert ugye az SZDSZ-MDF, az Összefogás Pécsért és a Szövetség is az adott ügyekhez adott módon viszonyulva dönti mindig el, hogy éppen miként szavaz. Ez megkönnyíti vagy megnehezíti a képviselőtestület ebből a polgármester munkáját? Hát valóban ez egy sajátos helyzet, hiszen a két nagy párt mondjuk így az szinte közel egyforma erőt képvisel, a MSZP-s képviselők talán még többen is vannak a mai napig is, de valóban, ahogyan is fogalmazott, ügyek mentén, konkrét témákhoz igazodva alakul, vagy nem alakul meg egy többség egy kérdésben, vagy egy választás, egy szavazás során. Nyilvánvaló, hogy ez egy döntéshozónak, egy közülési elnöknek, ami gyakran vagyok én, és amikor közülés veletek, nem egy könnyű helyzet, hiszen lehet, hogy ott szembesülök azzal, hogy egy korábban megbeszéltnek tűnt, vagy annak tűnő ügyben még sincs meg a kellő többség. Ugyanakkor viszont olyan szempontból talán mégiscsak előny, hogy egy aktívabb, noszogatóbb helyzetben van a polgármester is, mert látja, hogy minden ügyben kell egyeztetni szinte, tehát egyfajta kommunikációs plusz van ebben az ügyben, tehát többet tudok beszélgetni a képviselőkkel, mert rá vagyok én is kényszerítve, ők is velem jobban tudnak kommunikálni, többet találkozunk, tehát ennek vannak ilyen előnye is nyilvánvalóan. Ez mondjuk talán közelebb is áll a demokrácia alaplényegéhez, tehát a kiegyenlített erőviszonyok mentén és szakmai kérdésekben, szakmai elves mentén. Én is úgy látom. Az új felállású közgyűlésben átrendeződtek a frakcióviszonyok, ebből fakadóan a bizottsági, albizottsági erőviszonyok is. Ez jobban igazodik mindenképpen ahhoz az arányhoz, vagy ahhoz a közvélekedéshez, vagy ahhoz a közakarathoz, ami a választások eredményében kifejeződött. Ez működik? Már mindenki megtalálta itt a helyét? Hát működik, bár nyilván vannak rövid záratok, mint minden testületi munkában, a bizottságüléseknél is voltak némi fennakadások, de azt kell mondjam, hogy nekem ez inkább ínyemre való, hiszen folyamatosan azt mondtuk korábban is, sok-sok évvel ezelőtt is, tehát nem ma kezdtük el ezt hangoztatni, hogy sokkal egészségesebben tartanánk azt a helyzetet, hogyha a közgyűlési erőviszonyok tükröződnének a bizottsági struktúrákban is, mint ahogy a parlamentben is, egyébként ott is vannak ellenzéki bizottsági elnökök és elnök helyettesek. Tehát mi azt sérelmeztük sokszor, indokoltan szerintem, hogy a helyi demokrácia, a Pécsett az eléggé elkorcsosult, hiszen ugye megszűnt a napi rendelői szólás, ezt visszaállítottuk egyébként a választás követően, tehát ez most már újra létező és legitim eszköz a képviselői repertoárban. Sokan vissza is élnek vele, tehát nem élnek, hanem visszaélnek ezzel, de egy más kérdés, ebben most hadd ne menjek bele. Ugyancsak a paritás tükröződik a bizottsági elnökök megoszlásában, úgyhogy én azt látom, hogy a helyi demokrácia az elmúlt időszakban erősödött, és ez egy pozitív jel mindenképpen. Érkeznek szép számmal a kérdések, elmondom még egyszer elérhetőségeinket, 510-008-as, itt telefonon hívhatják fel kollégáimat, akik szeretettel várják az önök kérdéseit, illetve alapdíjas SMS-t küldhetnek nekünk,
30-as körzet 30-30-140-re. Rögtön a nézői kérdésekkel, észrevételekkel folytatjuk, de egy kicsit tekintsünk általánosabb horizontra. A bajnai csomag hatásaként az amúgy is adósságspirálban leledző pécsi önkormányzat is még nehezebb helyzetbe kerül, mint annak előtte, még kevesebb forráshoz jut, ez már tisztán látszik. Hogy látja ön a jövő évet? Egyáltalán finanszírozható város még a miénk? Hogy tud költségvetési mozgásteret biztosítani magának a város, miközben óriási az adósság, nagyon kevés a még likvid ingatlan, mert nagyon sok leterhelt, a bevételek igazából nem úgy tűnik, hogy növelhetők, és hát a kormány pedig újabb milliárdokat tervez elvonni az önkormányzati szférából. Első látásra ez a helyzet elég reménytelennek tűnik. Hát a helyzet az nem túl rózsás, ahogy szokták mondani. Én is így látom, hogy ez az év, mármint a következő, a 10-es évről beszélünk, hiszen most már a 9-es évnek tényleg az utolsó napjét járjuk. Tehát a következő év nem lesz egy könnyű esztendő senkinek, más sem önkormányzatnak, meg a benne élőknek sem, Pécsnek különösen nem lesz. Nekünk talán az egyetlen vigaszunk, és erről majd talán tudunk még pár szót váltani, hogy ugyanakkor a másik serpenyőben van egy nagyon szép program, a Kulturális Városnak a programja. Ennek minden szépségével, megújult közterekkel, megépülendő intézményekkel, koncertteremmel, zsolnájjel, és nem akarom felsorolni a teljes repertoár, tehát ez egy picit talán enyhíti a fájdalmunkat, de a helyzet ettől még nem lesz jobb a költségvetési oldalról nézve. Valóban ugye itt történt egy nagyon komoly elvonás az önkormányzatoktól, Pécs sem volt kivétel ebben a tekintetben, és a DÁFA emelkedés hatása szintén ugye sújtott bennünket. Ilyen módon hát majdnem egy 3 milliárdos mínusz már is helyből, csak ebből a két tényezőből összeállítható. Ez egy nagyon komoly önkormányzat is ugye meginoktat vagy megrendíthet, és egy legyengültet, mint ami vagyunk, hát eléggé komoly csapás, nyugodtan fogalmazhatok ugye a számunkra. Egy út van, mert nem tettünk mást, ez pedig az, hogy a legészszerűbb, legtakarékosabb módon igyekszünk ebben a helyzetben működni. Az átvilágítások, amiket ugye részben elvégeztünk, részben még folynak, ezek mindenképpen erre az irányba mutatnak. A költségvetés szempontjából új megoldásokat, technikákat vezetünk be, a heti limit rendszernek a bevezetése, a költekedésünk, tényleg azt kell mondjam, hogy percről percről történő figyelemmel kísérése. Ha vannak szabad források éppen, akkor ugyan ott állnak, de még nem kell őket elkölteni, van egy-két nap, amíg várhatnak az elköltéssel. Ezeket azonnal lekötjük, van, hogy órákat kötünk le pénzeket, vagy órákra kötünk le összeget, hogy ezzel is alkalmatbevételt fokozzuk. Tehát egy nagyon tudatos, egy nagyon-nagyon megfontolt takarékos gazdálkodás vezetünk be. Azonban nyilvánvaló, hogy ez így nem elég, tehát itt nagyon sok minden lépés hátra van, a holdingnak a megerősítése, a holdingnak a holdingszerű működésének az elindítása, ami nyilván nem lesz meg néhány hónap alatt, de az első lépéseket már megindítottuk. Észszerűsítjük az intézményi kiadásainkat, amennyire lehet, ahol nem indokolt, ott nem állítunk be új személyeket, új felvételeket nincsenek, a különböző keretek leszűkítésre kerülnek, amiket eddig szabadon tudtak felhasználni, különböző arra jogosultak, úgyhogy ilyen szempontból azt hiszem, hogy ez a racionalizás tényleg ráfér már a költségvetésre. Jó, hát ha ön megemlítette, amúgy is a holdinggal folytattuk volna, de most akkor néhány néző észrevétel. Még miközben csak hirdettük, hogy lesz ez a műsor, érkezett hozzánk több észrevétel. Ezek közül az első kettő az Expo Centerrel kapcsolatos. Melhofer Antal az Expo Center beruházás egyik veszteseként apostrofálja magát, amúgy pert nyert a képszer ellen. Nem tud bejutni önhöz, kérdezi, tehát ezúton, hogy áll az Expo Center vizsgálat, van-e rá esélye, hogy a jogos pénzéhez hozzájut. Ugyanebben a tematikában Tihanyi Ödön, tehát szintén vállalkozó volt az Expo Centernél, ő azt mondja, hogy csak az áfát kapták meg. Van-e arra lehetőség, hogy miután a város vesztett a képszerrel szemben, ők nyertek a képszerrel szemben, hogy a város egyből ne a képszernek fizessen, hogy nehogy elfogjon a pénz, gondolom, hát vagy vélik ők, hanem rögtön a vállalkozóknak. Egyetlen van erre jogi lehetőség? Két kérdés hangzott el, az egyik rövid választ igényel. Ez az Expo ügyeit vizsgáló bizottság működése és ennek a működésnek egy esetleges végeredménye van, a jelentés, milyen jelentés fog születni. Jelentem tisztelettel, hogy a bizottság nagy erőkkel és nagy sebességgel működik, tehát több meghallgatásot, szakértőket kértek fel, szakértőket hallgattak meg, tanulmányok készültek és készülőfélben vannak. Tehát a bizottság, én úgy ítélem meg, hogy lelkismeretesen végzi a munkáját.
Én úgy vélem, remélem, hogy nem tévedek nagyot, hogy jövőre, az első negyed év végére, a második év elejére talán már lesz egy jelentés, vagy előzetes jelentés a birtokunkban, amelyiknek ugye igazából egyetlen jelentősége van, szerintem fontos jelentőség, ezt nem lebecsülőleg mondom, hogy a politikai felelősséget, ez létezik, akkor megállapítsa. Ez nem segít viszont a vállalkozóknak a problémáin, és akit a második kérdés, amire igyekszem most a választ megadni, ez pedig ugye, hogy a különböző pernyertes, pervesztes ügyekben hogyan lehet egyfajta egybeszámítóst itt tenni. Bevallom őszintén, ezzel a megoldással nem foglalkoztam, de akkor én ezt soron kívül megteszem az ünnepi időszakot követően karácsony után. Én úgy ítélem meg, hogyha a jogi eszközök erre megállnak, vagy fennállnak, szerintem igen, akkor ez a megoldás egy jó megoldás és alkalmazható. Nyilván a legfontosabb viszont az, hogy ne legyünk méltánytalanok senkivel szemben, tehát azt a legmesszebb mennőkig ellenezném, hogy egy-két vállalkozót kielégítünk, igényeit elismerjük, a többiek pedig ugyanúgy maradnak a rossz helyzetben, tehát egy egységes, normatív megoldást kell erre találni. Ők amúgy azt mondják, és nincs okunk kételkedni ebben, hogy mindketten ahhoz a vállalkozói csoporthoz tartoznak, akiknek a munkájával kapcsolatosan nem merült fel kifogás. Tehát ezt a képzelés sem vitatta, hogy elvégezték tisztességesen. Melófer urat személyesen ismerem, ő azt hiszem az épület bebútorodását vállalta, tehát és teljesítette is, tehát teljesen rendben volt az ő szolgáltatása, nem kapta meg az ellenértéket, ezért nyilvánvalóan. Nagyon kedves idős hölgy, Huszka Ferencné telefonált a 11:30-ról, és megígérte neki, hogy még a műsor első felében válaszolunk, vagy hát legalábbis fölteszem a kérdését. A nyugdíjas házról tervezett tárgyalni a közgyűlés, mert hogy erre vonatkozó kérelmet adott be. Tehát szerepel-e valamikor napirenden a nyugdíjas ház? Most hát sajnos nem kérdeztem, hogy milyen kérelmet. Igen, tehát hogy milyen kérelmet. A nyugdíjas házról olyan módon már esett szó szociális ellátási ügyek kapcsán, bizottsági szinten mindenképpen, hogy lenne igény, mondjam így, a bővülésre, tehát sokan jönnének be a nyugdíjas házba, sokan várnak erre a lehetőségre, tehát indokolt lenne a bővítése. Bevallom őszintén, én egy megoldási irányba próbáltam a közgyűlés figyelmét terelni, vagy ráirányítani. Ez a közgyűlésen, pontosan a bizottságüléseken ez nem jött be. Ez egy bérlakásépítési akció lett volna, amit több szakmai kifogás ért. Én úgy érzem, hogy ezt ajánlatot kell csiszolni, mert az is elhangzott ajánlottevő része, hogy a nyugdíjas ház esetleg egy bővítését is tudná vállalni, hogyha egy ilyen megoldás elfogadható a közülés számára. Egyébként a nyugdíjas ház problémáiról én napra készen nem tudok semmit mondani, hiszen viszonylag ritkán fordulok ott elő, de arra kérem a kedves telefonálót, hogy esetleg néhány sorba ezt leírná számomra, hogy mi a konkrét felvetésre, szívesen adok választ és kivizsgálom ennek a helyzetét. Jó, én különben felírtam a telefonszámát. Telefonok kollégáim fölhívják. Így van, kollégája, hogyha fölhívják, biztos, hogy megnyugtatják őt. No, hát akkor folytassuk tovább nézői kérdésekről. Mi a helyzet a buszálladás ügyével? Van-e valamilyen új fejlemény? Kérdezik a 413-094-ről. A buszálladás ügyében két vonalon folynak az események. Az egyik az a följelentésen nyomán tett és történő nyomozó hatóság által folytatott vizsgálat. Erről, miután nem kaptam információt a rendőrfőkapitányságtól, a megyéről, így nem tudok erről többet mondani, ezt tudom, hogy folyik. A másik ügy pedig az, hogy a céggel, tehát ez a saját cégünkkel, a kisebbség tulajdonosa, egészen pontosan fogalmazzak, elég felgyorsultak a tárgyalások. Elmondtuk a mi szempontjainkat, milyen feltételeket tudunk továbbra is velük együttműködni. Ezek azok, hogy a buszoknak vissza kell kerülni a város tulajdonába, az új beszerzéseknél figyelemmel kell lenni a mi elvárásainkra, tehát legyenek mozgássérültek számára a buszok megközelíthetőek és használhatóak, legyenek a buszok között úgynevezett minibuszok, amik a belvárosi közlekedést megoldják, benne a Széchenyi térnek a közlekedési ügyeit is, tömegközlekedési ügyeit is, továbbá legyenek hibrid megoldások a buszok között, hanem is a teljes buszparkban, amelyek már ugye jövő mutatóak, tehát nem kizárólag gázolajjal működnek, hanem alternatív módon tudnak működni. Ezekre a feltételekre nézve folynak tárgyalások. Ezek azt kell mondjam, hogy nem fejeződtek be, tehát végeredményre nem tudok beszámolni. Én bízom benne, hogy a következő évnek az első hónapjában ez megtörténik. Ígértük, hogy akkor a holdinggal folytatjuk. Hát Somásan megkérdeztette, mi a helyzet a holdinggal. Ugye az első átvilágítások is már
komoly átfedéseket és komoly megtakarítási lehetőségeket mutattak ki, hogy az átvilágítás. Kis Tibor is nagyívű átalakítási elképzelésekkel indult neki, miután áttekintette ezt az igen összetett helyzetet. Mik az eddigi már látható eredmények, és van reális esély újabb cégek, nyereséges cégek bevonására a holdingba? Hiszen ettől működhetne igazán holdingszerűen a cég. Így van. A holding ebben a formában működésképtelen, ezt nyugodtan, ilyen kijelentő módban elmondhatjuk. Ha marad a helyzet, akkor a holding szerintem villámgyorsan csődbe fog kerülni néhány hónap, vagy néhány fél év leforgás alatt. Ezt senki nem szeretné, mondjuk mi tulajdonosok a legkevésbé szeretnénk ezt, tehát ilyen formában az új helyzetnek meg kell felelnie a mai szolgáltatási elvárásokhoz. A legfontosabb az, hogy a holdingnak a gazdasági működés stabilitását megalakítsuk, vagy stabilizáljuk. Ez úgy történhet, hogy nyilvánvalóan a működést észszerűsíteni kell, tehát amire ön is utalt, meg kell szüntetni a párhuzamos kapacitásokat, ami a Városházán és a holdingnál egy időben jelentkeznek, ezek egy része már megindult, tehát mindenfajta tevékenységkörök összevonásra kerültek, illetve meg is szüntek. Meg kell szüntetni, vagy legalábbis szűkíteni kell a vezetői szinteket, tehát nem kell annyi vezető a holdingnál, mint amennyi korábban volt, tehát nem kell vezérigazgató, számos helyettese, főosztályok, osztályok, ezek helyettese és vezető is különböző. Ez a vízfejű szisztéma. Így van, tehát ez szerintem nagyon részszerű módon le lehet csökkenteni és szűkíteni lehet. Ennek a folyamatnak mondjuk a közepén vagyunk, tehát számos ilyen funkció megszűnt, számos még megszüntetésre vár. És emellett pedig el kell kezdeni a holdingnak az új működési modelljének a felépítését, mert maga az elhatározás megszületett, tehát ezt jóvá hagyta az igazgatóság, hogy ennek a megvalósítása kerül majd azért bizonyos időbe. Nyilván ugye egy év alatt talán ezt nem lehet, de egy éven túl már ezt meg lehet oldani. Melyek ezek? Meg kell alakítani a vagyongazdálkodási divíziót, tehát az önkormányzat teljes vagyonát oda be kell tagolni ebbe az új rendszerbe. Ez sok mindenkinek, többek között kell egy új vagyonkatesztert csinálnunk, hogy milyen vagyonnal rendelkezünk, ezt meg kell alapítani a mai értékhatárokkal, a mai értékeken, és ennek az irányítását ki kell alakítani. A másik fontos dolog, legalább ilyen fontos, az pedig a városüzemeltetési, üzemelési ügyeknek az összegyűjtése, hogy egy kézben egy irányítással legyen ez a feladat, tehát amikor a város tisztításáról van szó, köztisztaságáról van szó, hóeltakarítás, vagy egy friss példát mondjak, akkor ez csak is egy kézben egy irányítás alatt történhet. Ezen túlmenően pedig, amire ön is utalt, szintén ugye meg kell találni a megoldást, azokat a cégeket, amelyek nem tagjai meg a holdingnak, viszont indokolt, hogy belekerüljenek ebbe a rendszerbe, ezeket a cégeket be kell hozni a holding ernyője alá, vízszolgáltatást, hulladékkezelést és a távfűtést mindenképpen ebbe a körbe sorolom. Ezeknek ott a hely a holding rendszerébe, úgy remélem, hogy ez a lehetőség hamarosan megnyílik. Vízművel kapcsolatosan érkezett egy észrevétel, hogy milyen jogon fenyegetőzik a vízmű kettős fizetéssel. Hogy állnak, vagy remélhetőleg, hogy haladnak ezek a tárgyalások? Lesz-e per? Mi a forgatókönyv szó ez ügyben? Ugye tegnapi hír, hogy a vízmű újfent leszögezte, hogy ők a jogos szolgáltatók, a mai hír pedig az, hogy megállapodik az egyetem és a Forrásház, tehát felek írásban is megerősítették, hogy hajlandóak a vízszolgáltatásról szerződést kötni, ami az én olvasatomban azt jelenti, hogy mondjuk a régió legnagyobb munkáltatója az egyetem úgy gondolja, hogy a Forrásház a jogos szolgáltató. Most a mai állás szerint a fogyasztóknak a túlnyomó része már a tettjével vagy megállapodás, vagy megállapodás közelében van, és fizetés a szolgáltatónk a fogyasztás utáni indokolt vízdíj tarifát. Az egyetem azért volt valóban fontos, mert nem csak a legjobb munkáltató, egyik legjobb fogyasztója is a pécsi víznek, tehát az ivóvíznek és a szennyvíz szolgáltatást is igénybe veszi. Ilyen formában, tehát fontos volt a túlszolgáltatónak és a városnak is, hogy ez a egység meg a fogyasztók közé belépjen, ez az akadálya. A napokban elhárult, a múlt hétvégén folytattam tárgyalást egyetem vezetőivel, és ez az akadály, mint mondottam, elhárult, és ez a mai kommuniké erre kíván reagálni. Az, hogy a vízművért fenyeget és hogyan fenyeget, erre nem tudok választ adni. Én azt kérem minden kedves pécsitől, aki fogyasztja a pécsi hóvizet és használja a pécsi csatorna szolgáltatást, hogy a
szolgáltatónak fizesse, hiszen a szolgáltatótól kapja ezt a lehetőséget, az ivóvizet és a csatornaszolgáltatást, tehát a szolgáltatónak fizesse ki az aktuális tarifákat abban a formában, hogy szokta, tehát sárga csekken, akkor úgy átutalása, akkor amúgy. Azt nyilván szeretném is leszögezni, bár többször elmondtam, hogy nyilvánvalóan, hogyha ebben az ügyben az a számunkra váratlan és nem várt fordulat állna elő, hogy ezt a szolgáltatást jogszerűtlenek tekintik, akkor nyilván az önkormányzatnak kell helytállni ezért a dologért, tehát a kettős fizetségnek a veszélye ilyen formájában nem áll fenn. Az, hogy hogyan állnak a tárgyalások, arról röviden annyit tudok mondani, hogy a Suez, mint kisebbség tulajdonos társunk, az a általunk legitimnek tekintett partner, tehát mi igyekszünk kilépni a magyar képviseleti körből, tehát direktben a párizsi központtal kívánunk tárgyalni, ezt többször is elmondtuk. Az első tárgyalás szerintem ilyen szempontból egyfajta lélektani áttörést hozott, mert megállapítottuk egymásra, hogy egyik sem olyan fajta fenevad, akit ugye nem szabad, hogy nem lehet tárgyalásra bírni. A franciák is ezt látták rajtunk, és mi is ezt láttuk a franciákon. Én úgy ítélem meg, hogy ennek folytatása lesz, mert ők mondták, hogy szeretnének ebben az ügyben továbbra is tárgyalni. Úgy maradtunk, abban maradtunk legutóbb, hogy még karácsony előtt egy tárgyalási fordulót beélesztenénk. Ez elmaradt, viszonylag szűk volt az időhatár, tehát januárban folytatjuk a megbeszéléseket. Én remélem, hogy belátható időn belül a megállapodás tető alá hozható. Ha ez megtörténik, akkor nyilván a per ilyen módon nem kerül. Ez elkerülhető. Az elkerülhető, így van. A pernek az esélye akkor lesz realitás, hogyha a megállapodás valamilyen módon nem jönne össze. Ez nyilván egy nem kívánt, nem általunk óhajtott helyzet. Ide majd akkor tudunk kiukadni, hogyha a tárgyalásokon túl vagyunk. Kedves nézőink, 510-008, ez a telefonszámunk, várjuk hívásaikat, kérdéseiket, észrevételéket, amelyeket feltehetnek SMS-ben is, 30-as körzet, 30-30-140. Tubes, ön frakcióvezetőként és polgármesterként is több ízben határozottan megerősítette, hogy továbbra is mindent elkövet, hogy ne épüljön meg a lakától a Tubesen. A kampányban gyakran elhangzott a Fidesz részéről, az ön részéről is, ami most valóra válni látszik, hogy nem múlt el annak a veszélye, hogy a kormány fel akarja építeni ezt a radart. Most arra meg már ott tartunk, hogy olyan hírek jönnek, hogy a HM csak a jó időre vár, aztán megjelennek ott a teherautók. Milyen törvényes eszközök vannak, vagy lesznek az önök kezében, hogy megakadályozzák ezt az építést? És most cinikusan kérdezem, akkor azt mondom, hogy legalább a választásokig. Az eszközrendszerünk az, meg kell mondjam őszintén, viszonylag szűk, de hatékony eszközök vannak a kezünkben, hála Istennek. Elsőként arra reagálnék, vagy azt szeretném kiemelni, hogy noha nagyon látványos lehet egy ilyen akció, de polgári engedetlenségi ügyben nem szeretnék belekeveredni. Tehát az, hogy nem tudom, oda láncoltatom magam, vagy bárki más a élő testét a Tubes tölgyfájhoz, vagy nem tudom. Ez egy kategória. Hát egyelőre önök fölmentek és eltöltöttek egy éjszakát a Tubesen. Ez mindenkinek joga. Tehát itt maradjunk a jogszerűség talaján. Én ezeket a lépéseket, amiket az újságban olvashattak a pécsek, vagy páran láthattak, és akik fellátogattak, volt néhány tucat ember, közel százan lettünk azért, akik ott voltunk fönn, azt láthatták, hogy a helyzet most úgy néz ki a lapisról felvezető szekér úton, hogy van egy sorompó, ami elzárja az utat, és a sorompó és erdőfáj között pedig betontömbök vannak, tehát csak a sorompón keresztül lehessen, a föl van nyitva, annyi természetesen, azon keresztül lehessen közlekedni járművel. Majd amikor ez az építmény elkészült, az a sorompó építmény, utána néhány nappal a közgyűlés csütörtöki ülésen, múlt hét csütörtökön hozott egy döntést, hogy ezt a közutat magánúttá nyilvánítja. Ezek a lépések jogszerűek voltak, hiszen az önkormányzat tulajdonos ennek a területnek, amelyiknek egy része Natura 2000 területén fekszik, tehát mindenképpen egy kiemelt és fontos körzete a Mecsek tájvédelmi körzetének. Mi úgy ítéljük meg, hogy az, hogy történt egy olyan bírósági ítélet, amely az engedélyezést kimondta, ez még nem jogosítja fel kifejezetten a építetőt, a beruházót arra, hogy a építmény megépüljön. Pont azért, mert ezek a szempontok tulajdonossal jelen tárgyalni, mondjuk, hogy milyen feltételekkel kíván a területén áthaladni, milyen munkagépeket kíván felvonultatni, hogyan kívánja megóvni a természetet ezen a fontos kiemelt területen. Ezek nem kerültek tisztálásra.
meg se kerestek bennünket egyébként ebben az ügyben. Annyi hírt kaptunk, a holding egész pontosan, ha már itt a holding az imént szóba került, hogy a kivitelező, a Zájév nevű cég szeretne, hogyha egy területátadási ügyben a holding közreműködne, mint az ő közvetlen hatáskörében van a területnek a kezelése. Mi úgy ítéljük meg, hogy ezek a lépések még hátra vannak, amíg ezeket nem tisztázzuk, addig az építkezés nem kezdődhet el, és továbbra is úgy gondolom, hogy Pécsnek nem érdeke, az építőknek nem érdeke, sőt ennél sokkal többre van szó, veszélyeztet őket ennek a lokátornak a megépítése. Én szerintem nem akarok tippeket, tehát nem fog más helyeket megnevezni. Ennek a lokátornak sokkal jobb helyeket lehetne találni más településeken. Én bevallom őszintén, lehet, hogy a világon, de Európa biztos, hogy nincsen még egy olyan város, amelyek a területén belül, a közigazgatási területén belül egy ilyen hatósugarú és ilyen teljesítmény lokátor megépült volna. Miért velünk kell ezt a kísérletet eljátszani? Tehát egész egyszerűen indokolatlanak tartom, cinikusnak tartom, és ameddig Pécs városa polgármestere leszek, addig ezt a építkezést minden eszközben meg fogom akadályozni, amit a jó lehetővé tesz számomra. És azt lehet érzékelni, vagy kitapintani, hogy milyen vagy vannak emberek, akik ezt esetleg jelzik, hogy milyen szándék, nagyon naív a kérdés, de ezt tényleg nem értek, hogy milyen szándékok mozognak a HM-ben. Mert mondjuk voltam katona, és hát a katonaságnál nem olyan nagyon a tárgyalásos rendezés a divat. Tehát megjelennek ott kocsikkal, aztán ott felmutatnak egy jogerős végzést, vagy mit tudom, egy ítéletet, és azt mondják, hogy tehát ezt lehet érzékelni, hogy van-e konkrét szándék arra, hogy mondjuk még tavasz előtt nekiállnak a kivitelezésnek, vagy felvonulási terület? Én nem vagyok jós, tehát nincs egy telepatikus érzés, nem tudom megállapítani, hogy mit tervez a HM, meg a szóvő, mire gondol, amikor ilyen kijelentéset tesz, és mi forog szekeresén a miniszter úr fejében, fogalmam sincs. Egyet látok, hogy ez a gondolat, amit én egy nagyon perverz gondolatnak tartok, és nem igazából helyén valónak, ez mindig komolyan él fejekben, hogy ezt meg kell valósítani. Tehát amíg ez a helyzet fennáll, addig küzdeni kell ellene, és hát bocsánat, azért mondott egy példát, hogy katonaság hierarchia van, meg nem tudom, parancsuralmi rendszer, hát itt épp erről van szó, hogy mi nem katonák vagyunk, tehát nem vagyok sem én, sem más pécsi polgár a miniszter úrnak a beosztottja, vagy csicskása, vagy alárendeltje, akit parancsal utasítanak. Itt mellérendelt felek vannak, van egy minisztérium, és van egy város. A minisztérium teszi a dolgát, amit jónak lát, tegye, amíg minket ez nem befolyásol, és mi is tesszük a mi dolgunkat. Tehát amíg ez a helyzet fönnáll, addig a városnak meg kell minden eszközt ragadni, hogy ez ne tudjon előfordulni az építkezés. Én nem pozitív példaként hoztam a katonaságot, nem kifejezetten élveztem, mondjuk. No, nem gondolkodik-e azon az önkormányzat, hogy betiltja a társas házakban a kutyatartást, kérdezik a 44303-as számról. Bevallom őszintén, az igény még nálam nem landolt, tehát én ezt mostanában először eddig. Most vettem az adást, nem gondolkoztam rajta, sem én, sem az önkormányzat, sem annak bizottságai. Ugye az állattartás az egy olyan jogosítvány, amit alapvetően mindenki kihasználhat, az adott kereteken belülnek megvannak a szabályai természetesen. Kutyák esetében, macskák esetében, egyéb háziállatok esetében, hogyha ezt betartja az illető, akik állatot, háziállatot tart, addig nem lehet fellépni, és nem is indokot fellépni ellene. De egy más kérdés, erre számos példa volt Pécset és Pécsen kívül is, hogy valaki ezt a szabályt túllépte, nem tudom én, 19 macskát tartott egy-két szabás lakásban, hogyha a lakók nem bírták ki azt a bűzt, meg azt a helyzetet, amit ez az állapot előidézett. Kutyáknál is megvan, milyen fajta kutyákat lehet tartani, és milyen fajták azok, amik szigorú elbírás alá esnek. Bevallom őszintén, én magam, akkor nem voltam egy polgármester, képviselőként javasoltam az akkori polgármester úrnak, Tasnádi Péternek, hogy a veszélyesnek számító fajták ügyében egy csip kerül helyezésre mindegyik állatnál, amelyik ilyen módon regisztráltként nyilván van tartva. Ez anyagi okokra hivatkozva nem került elfogadásra, de még mindig nem vetettem ezt a gondot. Lehet, hogy ez a közeljövőben, vagy legalábbis jövőben ez a chip beültetés, ez megtörténik a veszélyes kutyák esetében. De még egyszer a kérdezőnek ilyen módon szeretnék válaszolni, nem merült fel ez az igény, hogy a társaságnál ne legyen lehetséges a kutya vagy az állattartás. Amúgy a társasházaknak elég, hogy mondjam, széles palettája áll rendelkezésre, az a saját belső szabályzattal ezt szabályozzák. Persze. Igaz ugyanaz is, hogyha egy valaki nem egyezik bele, akkor dugába dől az egész. Vízművel kapcsolatosan, ugye 30-as körzet 443
0287-ről. Van-e arra esély, hogy elveszítjük a Tettye forrásháznak befizetett szolgáltatási díjat, amennyiben elveszítik a pert a pécsi vízművel szemben? Ön nincsen, az én válaszoltam, azt hiszem elég egyértelmű. Igen, a városi önkormányzatnak kell helytállnia. A 400-038-ról kérdezik, az Expo Centerre kapcsolatban büntetőjogi lépéseket tervez-e a város a vizsgálatot követően? Igen, tehát ez a fontos kulcs a vizsgálatot követően, tehát amint a vizsgálat lezárul, és annak lesz egyfajta valamilyen szintű lezárása, jelentés, vagy riport, vagy bármi egyéb, ezt követően azt kell mérlegelni, és majd megkérem ebben a jogász kollégáimat, hogy értékeik a helyzetet, hogy indokolt a büntető feljelentés megtétele. Ha igen, akkor ezt megtesszük, hogy eddig is megtettük, most is meg fogjuk tenni. Tehát ez esetben politikai felelősség, büntetői felelősségé is válhat, hogyha. Igen. A Széchenyi tér eddig elkészült burkolata már végleges vagy jövőre újra burkolják? 20-as körzet 9-16-35-44. Nem egészenítem a kérdést, végleges. Tehát ez egy gránit anyag, egy kemény, mély magmás gránit követ, szokták mondani a földtani szakértők. Ezt egy láng eljárás, most megerőtől meglángolták, és ilyen módon kapta ezt a sárgás színet, ami egyben csúszásgátlást is jelent. Nem tervezünk ennek az újraburkolását, ami hátra van, az még az, hogy különböző összeillesztéseknél, házfalaknál, adott utcák betorkolásánál pont a rossz idő miatt ezt nem tudták elvégezni, ott vannak még hiányosságok, ez zúzott köve felett töltve egyébként nem okozom balesetveszélyt, és amint lefutnak a protokollális ügyek, tehát a szilveszteri ünnepség, a LKF megnyitő ünnepsége, ezt követően majd ezeket a hiányosságot majd pótolják, és be lesz teljes mértében fedve, borítva a tér. Itt az a kapcsolatban merült föl különben, vagy jelent meg egy ilyen szóbeszéd. Magyarországon mindenki mindenhez ért. Mondjuk a focihoz is ért mindenki jobban csinálna a politikát, a televíziózást is, úgyhogy e tekintetben mindenki egy hajóba ül, amíg kívülről nézi, hogy mi történik addig. És ugye följöttek ezek az észrevételek, hogy ilyen kutya hidegben, tehát ilyen mínusz 15 fokokban nem igaz, hogy ez egy végleges. Tehát az nem lesz technológia helyes, hogyha most így lerakják, majd biztos majd tavasszal újra kell rakni, és szerintem ez ebből jöhetett elő ez a... Hát akkor azért pontosítanék egy-két dolgot, tehát ugye azt tudja mindenki, hogy december első hetének végéig, vagy talán tizedikéig prima idő volt Magyarországon. Ilyen meleg időszak régen volt ebben az évszakban, november, tényleg volt, amikor trikóba dolgoztak a munkások az Széchenyi téren. Tehát a térnek a, mondjam így, 70%-a optimális időjárási körülmények között lett leburkolva. Amiről a néző kérdez meg, amire ön is utal, az az úgynevezett mag terület, tehát a térnek a belső zárt részének a burkolása. Amikor az elkezdődött, akkor jött be a cudarhideg valóban, mínusz 10 fok alá süllyedt időnként a hőmérséklet, de napközben is mínusz 6-7 fok volt. Ebben az időben a vállalkozó két dolgot tehetett volna, hogy vagy levonul, és azt mondja, akkor itt fájront, abbadjuk a munkát, és majd, ha ennyi az idő, akkor visszajövünk. Vagy pedig azt választja, amit végül is tett, hogy az ő által a vállalt határidőre elkészíti a munkát. Nem akarok belemenni intim ügyekbe, hogy ki mit, hogyan szervezett, intézett és végezte a munkát, de tudni kell azt, hogy a burkolóknak a nagy része székely volt, tehát Erdély székelyföldről érkeztek ide hozzánk, legalább egy 50 fő, vagy talán 60 is voltak, és ők kérték, hogy nehogy már úgy járnak, hogy ugye el kell utazni Pécsre, elvészik a munkának egy részét, majd úgy azt meg, hogy most egy darabig nem kell dolgozni, visszahívják őket, nem tudom én, két hónap múlva. Tehát ők kérték, hogy lehetőleg az ő munka tempójuknak megfelelően december 20-ára el tudják végezni a munkát, úgy ott beütemez, hogy hazamennek ugye a szülőföldjükre, és ott már egyéb munkákat kell neki végezni más megrendelésekre. Tehát ezért is történt az, hogy ebben az ügyben egy feszes munkatempóval, de a térnek a 98%-át végezték időre és befejezték időre a kivitelezők. Itt székelyek dolgoztak, ezt én például nem is, nekik nem is lehet annyira szokatlan a mondjuk ez a hőmérséklet. Kíkszeredáról jöttek meg, Gyergyóból, tehát Farkaslakáról, tehát sokféle irányból, 3-4 brigád volt itt egyszer. Kevésbé félnek a hidegtől, meg a medvétől, mint mi. Ezt megszokták már, igen. Szeretném megkérdezni, hogy Uránváros felújított parkjában kezdettől miért nem még a közvilágítás, mikor javítják ki? 30-as között 499-46-49. Sejtem, nem sincs, meg fogom nézni, és a választ megadom. Természetesen szeretném közelni a korábbi hagyományoknak megfelelően minden kérdésre, ami nem tudok választ adni, azt írásban megadott címre vagy e-mailre eljutatjuk.
Folytassuk az LKF-el, hiszen már a beszélgetés elején megpendítettük, és ön is említette, hogy ezzel mindenképpen egy kicsit behatóbban foglalkozzunk. Annál is inkább, mert talán ez a legátfogóbb és sok egyéb területet, szinte minden területet érintő kérdés, szertágazó folyamat ez, ami felgyorsult az utóbbi időben. Most nem csak a térátadásokra gondolok, de valahogy az egész szellemiségnek a tempója is felgyorsult, és ez nem egy ilyen, tehát nem a pánikot lehetett beérezni, hogy 10 nap múlva 2010, és 19 nap múlva meg már itt lesz a megnyitó ünnepség, hanem bár ezek mondjuk dermesztően hangzanak, tehát hogyha ezt most így kimondom, ez is van egy mínusz 15, de nem is csak emiatt, hanem az látszik, hogy minthogyha az utolsó kanyar után egy egyenesbe fordult volna ez az egész történet. De lehet, hogy csak az én érzésem. Hát én is hasonlót érzek, de igazából nagyon sok szából kell azt a szálat összesodorni, ami aztán oda vezet, hogy miért történt ez, amire Nazimint utalt a kérdésben, vagy ebben a monológban, vagy nem tudom, minek, mert nem volt végül kérdés, mert egy megállapítás volt ez. Önmagában minden váltás szerintem tartalmaz egy pici változás. Tehát, hogyha tényleg semmi nem lett volna, csak a polgármester személy változik, akkor is egy pici változás lett volna a DKF-ben és a másodikben is nyilván, mert ez a szervezeteknek, a struktúráknak egyfajta reakció ilyenkor, hogy akkor egy picit próbálnak az új vezetőhöz igazodni, vagy alkalmazkodni. De ezen túlmenően sok minden történt még. Az egyik legfontosabb dolog, vagy nem tudom, nekem a legfontosabb, így mondom, az, hogy sikerült a civilekkel szövetséget kötni. Tehát az a civil erő, amelyik elhagyta a DKF-et nem önszántából és nem jó szántából annak idején, a politika kiszorította őket, azt a civil erőt sikerült nagymértékben visszaállítani a program mellé. Örültek neki, hitelesnek fogadták el, elmondták a bajaikat, hogy mi minden bántott őket az elmúlt időszakban. Ez sikerült orvosolni, nagyon jó tett ennek az ügynek szerintem az, hogy ezt a 100 milliós pályázatot el tudtuk indítani, civil pályázatot, hiszen pontosan az a célt akartuk elérni, ami remélem sikerül, majd az idő eldönti természetesen, hogy a kulturális főváros ugye egy fontos üzenettel bír sok más mellett. Ez az, hogy hogyan tudja az itt élőket megszólítani, hogyan tudják az itt élőket magukénak tekinteni, ezt elfogadni, részt venni benne, eljárni a programokra, a saját erőket ott tudják bevinni ebbe a programba, a saját lelküket. Még így is fogalmazhatnék, hogy nem túl patetikus ez a mondat. És azzal, hogy ez a pályázat kiírásra került, és a 100 milliós igényre 700 millió forintos igény futott be 100 milliós lehetőségre, tehát 7-szeresen felülmúlt a lehetőséget, ez jelzi azt, hogy ezek a közösségek ebből valamit megértettek. Mert tényleg arról van szó, hogy nem csak az a nagy mutatvány idején, nem tudom, Placido Domingo, amikor ez nagyon fontos dolog, de az is, hogy egy utca, néhány szomszéd összeáll, és valamit tudnak betenni a közös serpenyőbe. És ezzel a pályázattal pont az ilyen pályázók jutottak lehetőséghez, hogy kis közösségek, Gyükésbe például tudom, hogy ők pályáztak és nyertek, és ők el tudtak indítani, vagy el tudnak indítani egy programot, ami az ő saját LKF-ük, tehát ez a miénk. Tehát és innentől, hogyha a kis LKF-et magukénak érzik, akkor nagyot is annak fogják érezni nyilvánvalóan. Ez nagyon fontos volt. Fontos volt az, hogy egészen paradox jelenség volt nekem legalábbis, hogy az előző városvezetés, most már kimondom így nyíltan, nem tudott, vagy nem volt képes szót érteni a kulturális kormányzattal, pedig hát egy pártbéliek voltak. Nem tudom megítélni Hiller Istvánnak egyébként, hogy milyen a szakmai működése, mert nem értek az oktatáspolitikához egyébként, nem vagyok tanárember, de azt tudom, hogy ebben az ügyben, amikor a kultúrfőváros ügyéről volt szó, maximális rugalmasságot tanúsított, megértette a problémákat, tehát én nagyon jól tudtam vele együtt dolgozni. Ez is sokat segített. Az is nagyon jó volt szerintem, hogy tényleg próbáltunk a kommunikációban nyitni. Én magam rengeteg olyan kiscsoportos, nagycsoportos, 4 szem közti, 10 szem közti megbeszélés folytattam a média különböző rendős rangú képviselővel, főszerkesztőktől egészen a napi operatív újságszerkesztő gyakorlatot vívő újságíróig, hogy hogyan tudnánk ezt megváltoztatni, ezt a rendkívül negatív közérzetet, ami kialakult a pécsi programok, meg egyáltalán Pécs városak körül, meg a DKF körül különösképpen. És szerintem ezek a kis cserepek, amiket most én próbáltam néhányat kiragadni, ezek összerakásával alakul ki az a kép, hogy
az összmegítélése ennek az egész programnak javult. Én most már inkább kíváncsiságot, vagy talán még azt is mondhatnám, fokozhatnám, hogy izgalmat látok a pécsieknél, hogy hogyan fog ez sikerülni. És vannak még persze negatív hangok, ezt nem akarom én ilyen nagyon színre festeni az ügyet, de ezek a negatív hangok talán, mint hogyha hátrébb szorulnának, és tényleg az aggódás az, ami inkább jellemzi a negatív kicsengésen, mint a rossz akarás. De az vagy, jó, tehát hogy aggódás. Igen, azért mondom, tehát egy ilyen tónusváltás történt ebbe az ügybe, és szerintem ez jót tesz a programnak is, úgyhogy én magam részéről örülök ennek a változásnak. Az biztos, hogy színesítés erőt ad az egész programnak, hogy a civilek nagyobb szerepet kapnak benne, én ezt levinném egész az egyénig. Tehát, hogyha ez nem az én LKFM, ha én nem érzem úgy, hogy az én LKFM, tehát nem csak csoport, ez az én LKFM, meg az öné, meg mindenki, és így lehet egészében a városi. De tartózkodom a monológtól, és kérdés lesz a vége. Polgármester, nem volt semmi rossz, de tudom, én tudom. Polgármester úr szándékai szerint a város adósságát mennyire lehet lecsökkenteni? 20-as körzet 401-65-15. Hát talán tegyük hozzá, mennyi idő alatt és mennyivel? Hát, hogy mennyire, ez talán így nehéz megmondani, ugye azért azt látni kell, hogy ma Magyarországon, sőt, talán a világ nagyon sok helyén az önkormányzatok általában adósságban vannak. Tehát kevés az önkormányzat, amelyik pluszban, tehát szufficitben, plusz pénzzel rendelkezik, és nincs adóssága. A kérdés az, hogy hol van az egészséges határ. Szerintem egy önkormányzatnak nem az a baj, hogyha adóssága van. Egy 20-30%-os eladósodottság szerintem egy kezelhető mérték. Az belátható, lehet tervezni, a kamatok nem szörnyű, nyomasztóak, az adósságtárát lehet minden évben tervezetten kifizetni, stb. Pécset az a probléma, az adósság tömegnek az aránya, az már nem hogy az 50, hanem a 75% közelében van, tehát 3/4 mértékben 75%-os szinten vagyunk eladósodva, tehát az éves költségvetésének 75%-át teszik az adósság tömeg. Ez egy olyan szint, ami már azt kell mondjam, minden józan mértéken felül van, tehát ezt le kell csökkenteni. Én úgy tervezem, hogy a következő években, hogyha a következő két-három év után, ami egy nagyon kemény időszak lesz, tehát itt a nagy adósságszolgálat miatt csökkentésre nem beszélhetünk, utána, tehát 13 után le tudunk indulni egy olyan pályán, ami már a csökkentést jelenti évente, másfél-két milliárd forinttal lehet csökkenteni adósságtömeget, az már egy jó arány lesz. Tehát én úgy számolok, mondjuk, hogy akkor egy konkrét számot is mondjak, ne csak ilyen találgatás szintjén menjen ez a válaszom, hogy körülbelül 10 év múlva tudunk eljutni oda, hogy a város le tud menni 50%-os adósságszint alá, ami már kezelhető. És tehát ide jutunk, 10 év múlva az egy egészséges vagy sokkal kedvezőbb helyzet lesz, mint a mostani állapot. Jó, polgármester úr, kedves nézők, én mostantól bizonyos fajta szakmai alázatot gyakorolva háttérbe vonulok, hiszen nem leszek én soha olyan jó szerkesztő, mint az összes városlakó együttvéve. Remélem, a szép terek állaga sokáig megmarad. Mit tesznek ezért, kérdezi nézőnk? Két dolgot teszünk. Egyrészt a védelmét megerősítjük ezeknek a tereknek, hiszen most már vannak a köztelet felügyelőkön túl vannak úgynevezett városőrök, vagy településőrök, akik beálltak nagy számban az új jogszabályoknak megfelelően. Ezek az emberek fokozottan figyelik az új közterületeket, és nézik, hogy ne legyen semmi probléma, fellépnek az erőszakos, rongáló vandalizmus ellen. A másik megoldás, ami nem zárik az előzőt egyébként, ez pedig a figyelőkamera rendszernek a telepítése és ennek az üzemeltetése. Sajnos nem lesz minden megújult köztéren kamera, de a szándék az, hogy az első hullám után, amit januárra, már működőképesen szeretnék látni, az, hogy a nem ellátott területeken is legyen figyelő kamera, tehát az a néhány hely, ami lemaradna ebből, az mindenképpen kerülne ebbe a körbe bele. De most kaptak el graffitiseket, ami ugye zene volt sokak fülének. Amúgy ezek nem graffitisek, szerintem ezt egyszer tisztázzuk. Tehát a graffiti az egyfajta urbánus művészet, tehát a falfestészet. Amiket mi itt kárhoztatunk, azok úgynevezett tegek, amikkel egészen más kultúrákban, innen több ezer kilométerre, különböző bandaharcok kapcsán jelölik meg a területeiket. Most ilyeneket fölfirkálni Pécsre, az hát több, mint balgaság. Hát nem tudom, én a graffitit sem tartom művészetnek. Az, hogy különböző
technikákkal és színekkel betűket vagy szavakat festenek fel óriási méretekben házfalakra, vonatszerelvények, és nem tudom, hogy víztornyokra. Én ezt a művészettől egy messze állónak tekintem. Nyilván azt is lehet nem művészi szinten. Van a graffitinek egy olyan vonulata, ami talán már megérdemli a nagyvárosi művészetet. Nem, bocsánat, de hát ezen nem nyissunk vitát, úgyhogy oké, lépjünk tovább. 30-as körzet 4-25, 10-41, a Kossuth és a Széchenyi tereken minden tiszta sár, lehet ezzel ellen valamit tenni? Igen, takarítani kell, hogy a ma délután megindultak a kotró vagy ilyen tisztító járművek, a Széchenyi térnek a nagy részét már megtisztították. Ugye ez ezelőtt még két nap a munkaterület volt kerítés mögött, azért volt ez az irgalmatlan kosz felhalmozva, de holnap reggel folytatják, tehát a Széchenyi tér szerintem holnap délre teljesen ki lesz takarítva. E-mailben érkezett a kérdés, mi lesz a Balokányliget sorsa? Hát köszönöm ezt a kérdést, bár nem esik jól, hogy erről kell beszélni, mert a város egyik komoly szégyen foltjával állunk szemben, ami korábban nem ilyen volt, oda teszem, tehát egy utóbbi időszaknak a terméke, hogy ilyen elhagyatottá vált. Erre nem futott a forrásokból, hogy ezt a ligetet megújítsuk. Egy dolgot lehet tenni, hogy a következő évben a karbantartása ennek sokkal inkább figyelembe lesz véve, mint a korábbi években, tehát a bozótost kiírtjuk, a füvet meg a gazt lenyírjuk, a kerítést lemázoljuk, nagyjából ez, amit nagyjából a Balokánynál meg lehet tenni. Itt egy teljesen alapos felújítás lenne indokolt, ami viszont azt kell mondjam, hogy a mai igényeknek némeg ellentmondani, hogy vannak ezek a divatos akvaparkok és különböző vízi szórakoztató létesítmények. Egy ilyen most már nem is férne a Balokányba szerintem, és nem is lenne oda való szerintem. A Balokányt aztán nagyon szép közparkká kell szép fokozatosan visszaállítani, tehát megszűnik majd a sportuszoda, meg ez a vízi közmű jellege, és helyette inkább egy városi közparkot kell ott megépíteni. A külső környezet erre fogja predesztinálni, hiszen ugye keletirányban lesz az új Zsolnai negyed, nyugat irányba a koncertközpont, tehát közt egy szép park mindenképpen jó lesz. És a vízi szórakoztató ügyeket pedig majd egy máson építi meg a város, valószínűleg a tüskésréti város részben, tehát hogy ott egy ilyen zöldövezet, ott nem nagyon vannak épített környékek, tehát oda alkalmas lenne ennek a megépítése. Nagy Etelka kérdezi, a Melinda utcában lévő épületünk még 2008-ban nyert pályázatot felújításra, de semmilyen további intézkedés nem történt. Mi várható ezekkel a fel nem újított épületekkel, az önkormányzat hozzájárulása hogy alakul? Hogyha a kérdés a panel szigetelési programra irányul, akkor ott néhány épületnél megindul a szigetelési munka jövőre, erre nyertünk pályázati pénzeket. De most az Etelka utcának ez az épület, amire utal a kérdező, benne van ebbe a körbe, megmond szintén nem tudom a válaszom. Vagy Melinda, bocsánat. Neve volt Etelka. Bocsánat. Melinda, igen. Hát az ott az panel. Igen, ott panel, Melinda utcában panelek vannak, tehát hogy ez a konkrét épület benne van, ezt most nem tudom megmondani. Polgármester úr, 3 perc van ebből a mai műsorból. Én úgy gondolom, hogy advent lévén, ami a várakozás időszaka, mindannyian valami fajta várakozással tekintünk a következő év felé, általában jövünk felé is. Ön lesz olyan kedves, és szilveszterkor a Pécs TV nézőit köszönti majd egy új évi üdvözlettel, de én most megadnám akkor önnek a lehetőséget, hogy egy karácsonyi üdvözletet, vagy karácsonyi üzenetet is esetleg itt a hátra lévő időben tolmácsolja a nézőink felé. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, szerkesztő, hogy szólatok nem csak ilyen nagyon szikár hivatalos ügyekben, és kicsit valami emberszabású formában. Én azt szeretném mondani önnek is, meg minden kedves tévénézőnek, hogy egyrészt nem köszönöm azt a támogatást, erkölcsi támogatást mindenek előtt, morális támogatást, amit az elmúlt kicsit több mint 6 hónapban kaphattam. Ez nagy erőt adott a munkához, és azt hiszem itt karácsony környékén ezt írik megköszönni, ha máskor nem is, de most éppen itt az ideje, hogy ezt megtenni, nagyon szépen köszönöm ezt a támogatást. Egyéb iránt pedig szintén karácsony kapcsán azt szeretném mondani, hogy ugye mondják a szeretet ünnepe, sokszor ezt a közhelyszerű fogalmat használjuk a karácsony kapcsán. Én azt kérem minden pécsitől, aki nézi ezt a műsort, vagy aki esetleg utólag fog bekapcsolódni ebben a műsorban megismételt formában,
Ebben picit gondoljunk bele ebbe a mondatba, a szeretet ünnepe, tehát hogy ne csak egy köszönjük, hanem valóban gondoljunk mögé ennek a mondatnak, hogy mit is jelent a szeretet mindenkinek a saját életében. Mit jelent az, hogy szerető család veszi körül, vagy ha már ilyenek nincsenek, a szeretetét hogyan tudja, kinek az irányába használni, lehet hasznosítani, éppen erről van szó. Mert hogyha ez a gondolkodás munkál mindenkiben, minden Pécsében, akkor ezt a város sokkal többre, sokkal jobbra tudjuk majd vinni, mint amit eddig tettünk. Úgyhogy ebbe bízva kívánok mindenkinek boldog karácsonyt. Polgármester, köszönöm szépen a részvételt, köszönöm, hogy itt volt. Nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet, a kérdéseket és az észrevételeket, amelyeket nem tudtunk adásban megválaszolni, érkeztek még ilyenek is, azokat természetesen eljutatjuk polgármester úrhoz és kollégáihoz, és igyekeznek ezekre választ adni és megoldást. Ne felejtjék, élőadásunkat nézhetik az interneten keresztül is a www.pechtv.hu címen, ugyanitt a videótárban régebbi tudósításainkat, riportjainkat, beszélgetéseinket és teljes magazin műsorainkat is megtekinthetik. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, és engedjék meg, hogy minden kollégám nevében magam is nyugalmas, csendes, szép ünnepet kívánjuk önöknek. A viszontlátásra mindenütt!